Na szavaztok, gyerekek! Úristen, megtörtént a harmadik vlogerő próba. Az a helyzet, hogy ez már nem az volt, amire mindenki gondolna, hogy itt a városban, Budapesten valami kis csarnokban leszünk, hanem teljesen más, úgyhogy vágjunk is bele. Itt vagyunk a vlogerő próbának a harmadik részénél, és itt állok egy parkolóba Székesfehérváron, és várom őket, hogy megérkezzenek. Okay, vloggerőpróba zászló, gyakorlatilag az autón vagy matrica, meg is érkeztek, atyaim. Úristen! Szép jó napot! Jó napot! Ajaj! Okay, kapok egy ilyet. Kedves Anfield, ha bevállalás mellett döntesz, én leszek a sofőröd. De nem szólalhatok meg! Eljutott már hozzád pár információ, hogy mi várhat rád, ezek ismeretében kell most meghoznod a döntésed, bevállalod? Siess, mert 3 perc múlva indul az autó. Megint ezek az információk, amik gyakorlatilag semmire nem voltak elegek, de bevállalom. Igen, megérkeztek, értem, és nagyon fura volt, hogy a sofőr nem szólalhat meg. Aztán beszálltam az autóba, és ott annyira nyomasztó volt, mert ketten, vagyis hát hárman ültünk bent, és senki sem szólt egy szót se, nem szólt a rádió se, és fél órát utaztunk nagyjából, úgy, hogy semmi hang nem volt. Ez borzasztó, gyerekek. Azt hittem, hogy már vagy 2 órája utazunk, és csak fél óra volt. Megtöröm azt a csendet, amilyen csend uralkodik itt ebben az autóban. Kaptam egy linket, és... ezt beírtam a telefonomba, és kijött a harmadik előpróba magyarázó. Úgyhogy itt valószínűleg mindent meg fogunk tudni, úgyhogy nézzük. Guten Tag, liebe Vloggern! A Pepsi Vlogger előpróba ezen a héten nemzetközi vizekre vesz, hiszen a Berlinceni No Signal parti sítábor felé vesszük az irányt, ahol 600 fiatal önfeledten siel és bulizik. Nektek semmi más feladatotok nem lesz, mint hogy minél több házi buliba, illetve partiba bemenjetek, és ott selfie készítsetek. Mégpedig bulinként 5 darab selfie a maximum, ami engedélyezett. Nagyon fontos, és egyben szerintem megszívlelendő, hogyha esetleg vloggertársaitokkal találkoztok, akkor én azt ajánlanám, hogy fogjatok össze. Mégpedig azért, mert a végső elszámolásnál, a pontszámok tekintetében esetleg ez szurzóként szerepelhet. Tehát egy parti, maximum 5 selfie különböző emberekkel. Ne felejtjétek, a Pepsi vloggerő próbát bármi megtörténhet. Jó bulizást! Jézusom! Úristen! Vannak olyan dolgok, amikre az ember így nem számít, amikor kikel reggel az ágyból. Ez például egy ilyen dolog. Abszolút nem számítottam rá. Hát ez elég érdekes és fura. Úgyhogy az a helyzet, hogy minél több buliba be kell menni, és egy helyen maximum 5 selfit lehet készíteni. Okay. Hát ezt megcsináljuk. Ezt én meg fogom nyerni. Nagy a buliradarom. Nem értettem én miért kérdezi azt a buliradart, vagy mit? Most már értem. Én azt hittem már 20 perce utazunk, és szerintem nem volt több 8 percnél, mert hát mondom, úgyis már nem sokára ott leszünk. Csak az a baj, hogy most hagytuk el Székesfehérvár harmadik kijáróját az autópályáról, ami egyáltalán nem 20 perc. Szerintem újabb 20 perc telt el, de nem tudom, én már kaptam egy borítékot megint. Szeretet, ha totálisan félrevezetnek? Azért gondolkodtam én ezen, hogy Guten Tag, meg persze, de miért az M7-esen? Nem? De lehet, hogy úgy vezetnek félre, hogy ez a félrevezetés, és egyébként nincs félrevezetés, csak papíron. Én meghűlök, gyerekek. Aztán megérkeztünk egy benzinkútra, ahol találkoztunk a Marcival, a Szilvával és az Ábellel. Jó, szóval itt vagyunk egy benzinkúton, nem tudom hol, és... És ott vannak a Marciék is.
jóisten folyik itt. Szevasztok! Hello, hello! Csö! Szevasztok! Jól nézel ki, milyen helyzet? És igazából itt lett 100%-os az, hogy megyünk Ausztriába. Amire úgy nem számolnál, tehát hogy így felkelsz reggel, 8-kor, 9-kor, tudod, hogy mész vloggerőpróbára, de így nem gondolnád, hogy megyünk Ausztriába. Hol vagyunk? Hát már Österreichban vagyunk. Várjál, mert az előző vágókép az az volt, hogy találkozunk egy benzinkúton. Most is egy benzinkúton. Igazából... Most is egy benzinkúton vagyunk, csak mondjuk azt, hogy... Kicsit messzebb már. Hát egy 400 kilométerre messzebb vagyunk. Ugyanis most... Hol vagyunk? Ausztriában vagyunk. Itt vagyunk. Nem tudom hol, de itt. És nem síezni fogunk. Síezni. És itt van egyébként az egész csapat. Ott a Marci, itt a Szilva. Síezni. És ott pedig a Zabel von Müller. Hát nem. Aztán egy hosszas, nagyon hosszas utazás után hát megérkeztünk Ausztriába. Gerlitzen, no signal, sítábor. Megérkeztünk ide. mindenki csak ennyit mond, hogy megérkeztünk. Akkor most egy jó vacsora? Kajáljunk! Ez kéne egy jó vacsora. Igazából itt látnátok ilyen szép nagy hegyeket, csak teljesen sötét van. Minden zsír. Én aludnék egyet. Én is egyébként. Fáradt vagyok, ha őszinte akarok lenni. Most buliznunk kell, pedig egyébként tök fáradtak vagyok. Ja. Ábel, Szilva, segíts ezen a szaron! Te fáradt vagy? Na segíts, mert... Ja, akkor nem. Aztán ugye volt olyan, hogy összeálltam az Ábellel, és együtt csapattuk. Szóval, most az a terv, hogy összeállunk. Összeállunk. Patrik, mi, sor. Anfield, Ichnich. 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 Összecsillom a nevünk egyébként. Figyelj, Ábel. Igen? Ez a következő, amelyik a leghangosabb. Oda megyünk. Hoppá. Ez egy Marci hang volt. De akkor onnan jött? Nem. Marci hang onnan jött. Figyelj, mindenképpen be kell mennünk egy buliba. Muszáj. Hát figyelj, muszáj. Egyébként nem tudom. De lehet, hogy duplázódik a pont, ha összefogunk. Muszáj. Mert hogy ugye összefognak az ellenfelek. De lehet, hogy... Ez példamutató. Ez példamutató. Lehet, hogy minimum lesz. Ellenfelekből barátok lesznek. Kop! Kop, bocsánat. Gyere! Bocsi! Hello, sziasztok! Szia! Figyelj, az a feladatunk, hogy minél több emberre szelfizünk. Nagyon jó! És szelfizhetünk-e veletek? Yes. Sziasztok! Adom. Akkor együtt szelfizünk, vagy külön-külön? Külön-külön. Jó, külön-külön szelfizünk. Külön-külön. Sziasztok! Köszönjük, srácok! Sziasztok! Na! Jól sikerült! Ez jól sikerült, amúgy! Lehet együtt jobbak vagyunk. Hasonlít a szal, akire. Kire? Van egy srác, aki gitározik. Ja Istenem. Jó, adom! Patrik! De te most miért akarsz? Miért akarsz te ott lenni? Köszönöm szépen! Srácok, fiatok, ha beletettek, akkor indultok kell. Tényleg, adom. Úgyhogy köszönjük szépen a selfie-ket, és akkor központi buliba talizunk. Remélem. Köszönjük szépen, srácok! Sziasztok! További jó bulit! Hello! Na hát ez is sikerült, Anfield. Királyok vagyunk együtt. Azt mondom. Köszönjük, sziasztok. Hello, sziasztok. Szóval, az a helyzet, hogy az Ábellel megjártunk 2 darab bulit, és elváltak útjaink. Lehet, hogy kicsit sötét van, bocsánat. Ugyanis azt tervezzük, vagyis hát azt gondoltuk ki, hogy mindenféleképpen el kell válnunk. Mert ellenfelek vagyunk, de azért egy kicsit jó volt együtt bandázni. Jó. Szóval! Ebben a pillanatban összeálltunk. És az előbb én lányoknál voltam, most pedig egy lányjal megyek fiúkhoz. A lényeg az, hogy hallottuk Ábelt, ahogy valakit megkérdezt, hogy jöhetek? És azt mondták, hogy hozzá még embert. Szóval most ezt most szépen lestoppoljuk, és mi igen, is igen, mert tudjuk, hogy az Ábel egyébként rohadtul vezeti az egész versenyt. Így van. És egyébként... Itt van ide. Hívtak már valaha? Haló. Haló. Van egy ilyen... Van egy nem fogadó kívásom. Itt van az Ábel. Mindenki alszik már. Jó, ki volt az, aki azt mondta neked, hogy hozzá még embert? Azt mondd meg neki. Mindenki alszik már, és nem mondja meg. Ez egy nem csíra. Mondja meg.
Persze, a betyár becsület. Gyere, írjunk egy pálinkát, voltatok már ide, írjatok egy pálinkát. Na, te is jössz, Patrik. Nem, nem. Figyelj, csináljunk egyet külön-külön és egyet egyben. Jó. Nem azért csak nem. Ó, és még komoly DJ-pult is van egyébként. Viccelsz, bolondozol? Nagyon hát. Ez picit olyan volt, mint egy push-up melltartó, nem? Amikor azt hiszed, hogy ú, ez aztán micsoda parti van ott fenn, és egyébként pedig egy beteg. Igen. Egy fáradt úriember vár téged. Aki egyébként rohadtul intelligens volt. Intelligens? És jól kezelt, én elküldtem volna magunkat oda. Én nem vagyok jól, akkor én is. De egyébként jó arc volt persze, meg normális volt. De megvan a selfie. Mutatom. Senki soha ennyire szánalmasra még nem ugrott be egy teraszra. Hogy hívják az? Összesen egyébként azt hiszem 34 vagy 35 selfie készült, ami vállalható. Egyébként nagyon nagy élmény volt, úristen, tényleg tök jó volt, úgyhogy hát ennyi volt, gyerekek, a vloggerő próbának a harmadik megmérettetése. Úgyhogy ha tetszett, akkor nyomassatok egy lájkot, itt a leírásban vannak Pepsi-s elérhetőségek, linkek, úgyhogy ennyi meg egy bombi. Jó volt, na. Na, pisztácia, szevasztok!